Véget ért a Hetényegyházi Jézus Szíve templom rekonstrukciójának első üteme. Utolsó két világbajnoki selejtezőjére készül a magyar férfi kosárlabda válogatott. Három új borrendi tagot is avatott hagyományos Bálint napi rendezvényén a kunsági női borrend. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a híres híreket látják 19 órakor. Véget ért a Hetényegyházi Jézus Szíve templom rekonstrukciójának első üteme. A 2019-ben kezdődött felújítás keretében az épület teteje és belseje szépült meg. A következő ütemben az épület külsejét teszik rendbe. A megújult templom belsőt vasárnap ünnepi szentmise keretében áldotta meg és szentelte fel dr. Bábel Balázs, Kalocsa, Kecskeméti érsek. Ünnepi szentmisét tartottak a Hetényegyházi Jézus Szíve templomban vasárnap délelőtt, befejeződött ugyanis a templom belsejének és tetőszerkezetének felújítása. A rekonstrukció 2019-ben kezdődött meg, a padlózatot kicserélték, a falakat lefestették és a szentét is felújították. A templom körüli térrendezés még folyamatban van. A második ütemben kerül majd sor a templom külsejének felújítására. A templom 1933-ban épült, a tervek szerint a 100 éves évfordulóra teljesen rendbe szeretnék tenni az épületet és annak környezetét. Az érseki hivatal egy jelentős összeggel járult hozzá a felújítási munkálatokhoz, illetőleg a Bethlen Gábor alap szintén egy jelentős összeget bocsátott rendelkezésünkre, és természetesen a helyi hívők, illetőleg a hetényi, illetőleg innen elszármazott vállalkozók is jelentős adománnyal járultak hozzá. Mindez idáig az első ütem körülbelül egy 35-40 millió forintos költségének a fedezetéhez. A megújult templom belsőt vasárnap ünnepi szentmise keretében áldotta meg és szentelte fel dr. Bábel Balázs, Kalocsa, Kecskeméti érsek. Dicsőj meg Urunk és Istenünk szentjeidben! Jelenj meg a templomban! Szent angyalaid lakozzanak benne, és tartsanak távol tőle minden gonosz lelket. A hálaadó szentmise végén Szapanos Tibor plébános köszöntötte a jelenlévőket, köztük Szemerei Népataki Klaudiát, Kecskemét polgármesterét és a Hetényegyházi plébánia képviselőtestületének tagjait, akik a mise keretében ünnepélyesen megújították esküjüket. A plébános megköszönte mindazok támogatását és segítségét, akik hozzájárultak a templom megújításához. A templom falai megújultak, de fontos, hogy valóban Isten háza legyen, az imádságháza, ezért a templom hétköznap mindig nyitva lesz a hívek előtt, mondta a plébános. Utolsó két világbajnoki selejtezőjére készül a magyar férfi kosárlabda válogatott. A mai kecskeméti sajtótájékoztatón Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány elmondta, már teljesítették a célkitűzést azzal, hogy bejutottak a nyári olimpiai előselejtezőbe. Még két világbajnoki selejtező vár a magyar férfi kosárlabda válogatottra. Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány arról beszélt a Four Points by Sheraton Hotelben megrendezett sajtótájékoztatón, hogy már teljesítették a célkitűzést azzal, hogy bejutottak a nyári olimpiai előselejtezőbe. 11 vagy nem tudom ennyi hány év szövetségi kapitány vagyok. Nem szégyet hoztunk, mindig maximálisan álltunk a dolgaiban, most is fogunk, és ez a két meccs próbálunk lezárni úgy a méltó módon, amit idáig. Szalai Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke azt mondta, a csapat mindig harcol, és soha nem adja fel. Az látszik, hogy a csapatunk mindig kitesz magáért, harcol, küzd, brusztol. Az, hogy a FIBA 15. helyre sorolt minket, ez azt jelenti, hogy nem csak mi látjuk magunkat jónak, hanem ez már azért nemzetközi szinten is látszik. A magyarok csütörtökön lépnek pályára Litvániában, majd vasárnap Szombathelyen zárják a VB kvalifikációt a bosnyákok ellen. Szombaton délelőtt tartott a hagyományos Bálint napi rendezvényét a kunsági női borrend. Folytatva a gasztronómiai időutazást az ókor, a középkor és a barokk után most a reformkor állt a középpontban. A rendezvényen három új borrendi tagot is avattak.
Időutazás a reformkorba címmel tartotta meg hagyományos Bálint napi rendezvényét a Kunsági Női Borrend Kecskeméten a Három Gúnár rendezvényházban. Az ünnepségen 33 borrend, mintegy 130 tagja képviseltette magát az ország szinte minden pontjáról. A program résztvevői elsőként dr. Hajdú Edit előadását hallgathatták meg a reformkori szőlőről és borról. Majd Molnár Viktor segítségével tehettek időutazást az érdeklődők a reformkori gasztronómia világába. Balassi Bálintról elnevezett ünnepségünk az egyik legnagyobb rendezvényünk. Egy 5 részes gasztronómiai sorozat 4. részéhez érkeztünk, amelynek középpontjában a reformkor állt, nyilatkozta Szénási Rita, a Kunsági Női Borrend elnök nagymestere. A szakmai előadásokat követően a Kunsági Női Borrend új tagokat avatott, a szervezetnek tiszteletbeli tagja lett dr. Hajdú Edit, rendes tagja pedig Stankovics Nikoletta. A 2023-as Borleány megtisztelő címet pedig Hetényi Blanka érdemelte ki. A rendezvényen Provino érdemérem elismerést kapott dr. Bozsó Ferencné, alapító borrendi tag. Csak a kerítés nem volt kolbászból szombaton a Ballószögi Sportcentrumban. 6. alkalommal rendezte meg ugyanis Ballószög nagyközség önkormányzata a kolbásztöltő versenyt. Idén 30 csapat mérkőzött meg a díjakért, de a falu apraja nagyja is részt vett a hagyományteremtő mulatságon. Kolbász, hurka, töpörtyű és sok más finomság csalogatta a vendégeket szombaton a 6. alkalommal megrendezett ballószögi kolbásztöltő versenyre a nagyközség sportcentrumában. A rendezvény hagyományainak felélesztését, a népszokások bemutatását célozta meg. Emellett azonban a jó hangulatú baráti találkozásokról is szólt. Idén 30 csapat munkái kollektíva vagy baráti társaság nevezett. Vállalva, hogy a helyszínen saját hagyományaik, receptjeik alapján kézidarálással készítik el egyedi kolbász készítményeiket. A kolbásztöltésen kívül töpörtyűsítésben, forralt bor készítésben és falusi vendégasztal összeállításában versengtek a csapatok. A neves szakemberekből álló zsűri minden kategóriában külön értékelte a részvételt, de idén is volt összesített csapatverseny is. Az elbírálásnál a kolbászok színe, főszerezése, állaga mellett a csapatok ötletességét, egyediségét is figyelembe vette a zsűri. Pluszpontok jártak a hagyományos falusi öltözékért is. A csapatoknak a díjaknál sokkal fontosabb volt a jó hangulat, amit garantált a Csibé és társai zenekar, de a kereki nótások is felléptek az egésznapos programon. Arról, hogy melyik csapatokat díjazta a zsűri, a híres.hu-n olvashatnak. Fel lehet-e emelkedni a mély szegénységből? Mi adhat erőt egy gyermeknek, aki a legszegényebb rétegből érkezik, árvaházba kerül, majd egyszer csak az életben találja magát minden háttér nélkül? Ezekre a kérdésekre is kereste a választ az Esélyes Esték sorozat mai előadása Kecskeméten, az APA Hotelben. Elérhető-e a jó mód egy olyan gyermek számára, akinek nem csak szegény és hányattatott volt a sorsa, de még származása miatt is folyamatosan hátrányok érik? Káli Horváth Kálmán cigány származású magyar festő, előadó, művész, költő erre egyértelműen igennel válaszolt mai beszélgetőtársának, Libor Zoltánnak. A református cigány szakkollégium igazgatója már ideje korán felnőve eldöntötte, hogy tehetségét tovább pallírozza és minden lehetőséget megragad a kitörésre. Így is tett. Festőként, versmondóként és híradósként is ismert lett. A mai napon az APA Hotelben tartott Esélyes Estén a közönségnek azt is elárulta, mi volt az, ami a felemelkedése során segítette. Nekem az volt az igazi fordulópont, amikor kamaszként 17 évesen hitre jutottam, és akkor már megmertem tenni magamért azokat a dolgokat, amit addig nem mertem, mert nem hittem, hogy bármit is teszek, tudok változtatni az életemben. A hit önmagunkban és a hit Istenben. Mindkettő kiemelten fontos, hangsúlyozta Kálmán. Azoknak, akikhez szólhat az üzenet, azok találkoznak, találkozhatnak. Esélyük lehet arra egy ilyen esélyes estek keretében, hogy üzenethez juthassanak, mintát kaphassanak, egy példaértékű utat láthassanak maguk előtt, amit aztán nyilván le kell fordítaniuk a maguk képességeire, lehetőségeire. A személyes építkezés lendületét meg kell tartani. Káli Horváth Kálmán saját bevallása szerint ezt úgy írja, hogy mindig valami új dolgon töri a fejét. Nemrégiben például a református cigány szakkollégium tanulóival közösen egy filmet forgatott. Az Esélyes Este egyértelműen inspiráló volt a fiatalok számára, akik a következő márciusi alkalmon mezőmisivel, a Magna Cum Laude frontemberével beszélgethetnek majd.
Üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás büntette miatt vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy fuvarozással foglalkozó cég vezetőjével szemben. A vádlott a mobilkamerás rendszert kijátszva díjköteles útszakaszokon több hónapon keresztül úgy vett igénybe, hogy az útdíjat nem fizette meg, és ezzel 2 millió forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. Egy Lajos Mizsei fuvarozó cég vezetője már nem először kerül bíróság elé útdíjfizetéssel trükközés miatt. A korábbi büntetőügyében történt vádemelést követően 2021. novemberétől a férfi egy másik cége nevében tovább folytatta a közúti áruszállítást. A díjköteles útszakaszokat azonban 91 fuvar során a kamerás ellenőrző rendszer kijátszásával vette igénybe. A vontatója rendszámát ugyanis úgy helyezte el a járművön, hogy azt a mobilkamerás és a telepített díjellenőrző állomások ne tudják érzékelni. Ezáltal a díjfizetés alól ismét kivonta magát. A vádott 5 hónap alatt, miközben jogerős ítélet született a korábbi ügyében, több mint 2 millió forintot spórolt cégének az ellenőrző rendszer kijátszásával, megkárosítva ezzel a központi költségvetést. A Kecskeméti járási ügyészség a férfit üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás büntettével vádolja. Mivel a cégvezető tevékenysége a cége javára előnyszerzését eredményezte, az ügyészség a férfi megbüntetése mellett a céggel szemben bírság kiszabását is indítványozza. Jön az új vármegye bérlet és az ország bérlet. Május 1-től minden eddiginél kedvező bérletrendszer használatával a teljes vármegyét, sőt akár az egész országot be lehet utazni a MÁV Start, a Volánbusz, a MÁV Hév vagy a Gyesev járatainak igénybevételével. A magyar kormány, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával és közreműködésével létrejövő új vármegye és országbérlet konstrukció révén az elmúlt 3 évtized legjelentősebb díjszabási fejlesztését hajtják végre a hazai helyközi szolgáltatók, olvasható a MÁV ZRT közleményében. Csökken a családok havi közlekedési ráfordítása, ezáltal népszerűbbé válhat a környezetbarát kötött pályás és az autóbuszos közlekedés. A bérleteket a MÁV Start pénztáraiban, automatáinál és a MÁV appon, a Volánbusz pénztárainál, a buszok fedélzetén, illetve Gyesev pénztárainál lehet majd megvásárolni. Előre láthatólag április utolsó hetében egyes értékesítési csatornákon elővételben is megvásárolhatók lesznek a vármegye és az ország bérletek. A teljes áru bérlet 9450 forintba kerül majd. A tanuló bérlet 90%-os kedvezménnyel váltható, 945 forintba fog kerülni. A 30 napos teljes áru országbérlet 18.900 forintba, míg a tanulóknak 1.890 forintba kerül majd. A vármegye bérlet és az országbérlet nem használható helyi egyköteles vonatokon, első osztályon, továbbá a helyi közösségi közlekedési társaságok járatain sem. Minden részletes információ megtalálható a hírös.hu oldalon, illetve a szolgáltatók weboldalán. A 2022-es év legeredményesebb kecskeméti sportolóit és felkészítőiket köszöntötték péntek délután a Mercedes-Benz Sportakadémián rendezett városi ünnepségen. Összesen 141 személy részesült elismerésben. A tavalyi év legeredményesebb kecskeméti sportolóit és edzőiket köszöntötték péntek délután a Mercedes-Benz Sportakadémián. A városi önkormányzat által rendezett ünnepségen több mint 140 személy részesült elismerésben. 2022-ben a legeredményesebb egyéni sportágak a súlyemelés, a cselgáncs, az atlétika és az íjászat, a csapatsportok közül a labdarúgás, a röplabda és a kosárlabda voltak. Különösen figyelemre méltó a fogyatékkal élő sportolók által egyre több sportágban elért kimagasló eredmény. Az eseményről részletesebb cikk és képgaléria érhető el hírportálunkon, a híros.hu oldalon. A KTE 1-1-es döntetlent játszott az FTC otthonában szombaton. Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője azt mondta, az első félidővel nem voltak megelégedve, de ezt főleg mentális tényezők okozták.
Sokaknak ez az első idénye az NB1-ben, így először léptek pályára a Groupama arénában, ahol sosem könnyű játszani, hangsúlyozta a vezetőedző, majd hozzátette. A gól tudatos figura volt, melyet ebben az évben már alig dobhatnak be újra. A KTE két mérkőzésen 4 pontot szerzett a Ferencváros ellen. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Véget ért a Hetényegyházi Jézus Szíve templom rekonstrukciójának első üteme. A templom belsőt vasárnap ünnepi szentmisén áldotta meg és szentelte fel dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. Utolsó két világbajnoki selejtezőjére készül a magyar férfi kosárlabda válogatott. A mai sajtótájékoztatón Ivković Stojan szövetségi kapitány elmondta, legfontosabb céljuk a nyári olimpiai előselejtező kiharcolása volt. 3 új borrendi tagot is avatott hagyományos bálintnapi rendezvényén a kunsági női borrend. Az ünnepségen 33 borrend mintegy 130 tagja képviseltette magát. 30 csapattagjai vállalták idén, hogy saját receptjük alapján kézidarálással készítik el egyedi kolbászaikat. Ballószög nagyközség önkormányzata 6. alkalommal rendezte meg a kolbásztöltő versenyt. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban bemutatjuk, milyen előadást tartott a párkapcsolatban, házasságban élőknek Pál Feri atya, mentálhigiénész szakember. Ezután színes összeállítást láthatnak a Kiskunfélegyházi mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum farsangi disznótoráról. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti.tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát 19 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden többnyire derült lesz az ég, egyes helyeken azonban felhőátvonulások várhatók több órás napsütéssel. Számottevő csapadék nem lesz, sok felé megerősödik a szél, kora délután 11-17 fokra számíthatunk. Szerdán eleinte túlnyomóan derült lesz az ég, majd megnövekszik a fátyolfelhőzet. Hajnalban pára, kötfoltok lehetnek, kisebb eső, zápor előfordulhat. A hajnali -1 plusz 5 fokról 8 és 15 fok közé melegszik fel a levegő. Csütörtökön erősen felhős idő valószínű, de az ország délkeleti felén szakadozottabb is lehet a felhőzet, elszórtan eleredhet az eső, zápor. A minimum hőmérséklet általában -2 és +5 fok között alakul, a csúcsérték 7 és 14 fok között valószínű.